Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek benneteket a csatornámon. Most szintén egy heti kirakást fogok készíteni 6-tól 13-áig szeptemberbe. Mire számolhatsz, mit kell, hogy tudjatok, elhoztam Nadine Breitenstein, The Secret Kick-Ass 1-es és 2-es összekeverve. Mit kell, hogy tudjatok, ilyen átlagos kirakás lehet szerelem is benne, de lehet más. Na most nézzük meg, hát valami nagy tisztulás előtt álltok, már a teli, vagy az új hold az már volt, azt mondtam nektek a múlt heti kirakásban. Igen, és ez hát ilyen nagyon nagy tisztulások vannak, és most mindenki fog derülni. 9-én szintén egy portál van, az a 9-9-es portál, azt tudjátok, azt ismeritek. Úgy gondolom, hogy ez játszik egy nagy szerepet, valamint, hát mit látok én most valamint, hát hogy igen, hogy 6-án és 13-án pedig Vénusz nap van. Tudjátok, hogy ez a Vénusz, az a szerelemre áll, az mindig pénteken van. És valamit letisztul, úgy látom, hogy valami kiderül. Valami a romantikával kapcsolatosan úgy gondolom, hogy lesz valami változás itt, én ebben biztos vagyok, hogy változnak a helyzetek, ezt engedd meg, menjél bele, nézzél bele, mit kell, hogy tényleg, hogy tudjatok. És én úgy látom, hogy rend teremtődik itten közöttetek, valami, megbeszéltek dolgokat. Én úgy látom, hogy ezt létre is tudjátok hozni tökéletesen. Hát én úgy látom, hogy egy nagyon-nagyon ügyes nő vagy, nagyon ügyes egyéniség vagy, és ez a férfi pedig, hát szerintem is sajnálja saját magát, és valamilyen, minek is mondjam, ez a, na, Macht, Unmacht, ez azt jelenti, hogy ilyen tehetetlen lehet, hogy tehetetlen, és én azt látom tényleg, hogy hát úgy nem hisz a dolgokban, nem hisz benned. Mit látok én itt valójában? Hát nem, én azt látom, hogy valamilyen, valaki féltékeny is itt van körülötted, vagy közöttetek, vagy valami, ez játszik egy nagyon nagy szerepet, de itt vannak tényleg ilyen, azt mondom, hogy ilyen a negatív, az idegen energiáktól tisztítás van. Na most ez a védelem, mondjuk az áldás és a védelem szimbóluma, ilyen elixírrel, például ezt is megrendelheted, szóval magadra, vagy a helységedbe befújod, és ez energetikailag is fel van töltve, és én azt látom tényleg, hogy hát ez nagyon, mondjam, hogy felokkunk, ez téged hív, és én úgy látom valójában, hogy nyilvánosan, ha letisztítitok ezt az energiát, ekkora az a vonzalom, és ez be fog jönni, és én úgy látom, ez egy ilyen ősi energia, ahol ti már ismeritek lehet múlt életből is egymást, vagy ilyen ősi energia, őt ismered. Én úgy látom, hogy valamit el kell engedni, valaminek hátat kell, hogy fordítsatok, és én úgy látom, hogy test, lélek és a szellem játszik itt egy szerepet, hogy egyensúlyba kell, hogy jöjjetek és az energiátokat összpontosítsátok. Valamint nem tudtok ebből a labirintusból valahogy kijönni, és én úgy látom, hogy hát itten el kell azt is, hogy érjétek tényleg, hogy az első helyre jöjjetek, vagy az első helyen legyetek, szóval ez játszik itt egy nagyon nagy szerepet, valamint ez teljesen téged, hát ez teljesen téged, vele, hogy mondjam én, hát, hogy mondjam nekem, hogy ez leterhel titeket, itt valaminek hátat kell, hogy fordítsatok, és ezt, hogy meg is kell, hogy tegyétek, meg is kell, hogy csináljátok. Én úgy látom, hogy reflektáljátok önmagatokat, hiába nem akarjátok ti ezt látni, vagy valamit mondani erről, de én úgy látom, hogy ez azért van, mert úgy egymással méritek, hogy na most ki tud többet, ki ér tovább, és azt látom, hogy az aura és az aura és a csakra tisztítása játszik itt egy szerepet, azt kell, hogy letisztítsátok mind a kettőt, úgy gondolom, és hát igen, arról szól az egész, valamint
Azt látom, hogy ilyen nosztalgikus érzések is játszanak itt szerepet, és azt látom tényleg, hogy hiába mutatod itt, hogy jól vagy, amikor nem vagy jól ezen a héten. Lehet, hogy ilyen dolgok jönnek fel, hogy most vagy egy olyan egyén van ott a környékedben, aki kicsit ilyen narcisztikus vonásai lehet. Lehet, de ezt tudjátok, hogy ez átlagos kirakás, és ez csak egy ilyen, én olvasom a lapokat, szóval ez nincs belevésve az egészbe, mint ahogy látjátok, ez nincs belevésve az egészbe. Ebben biztos vagyok benne. És mit látok én valamit az egészbe? Hát én azt látom, hogy vagy pedig már ti is kártyát vetettetek, vagy pedig arról szól az egész, hogy vagy figyelitek ti ezt a te szerelmeteket, vagy van valaki az életedben, aki figyelsz, vagy aki téged figyel, lehet, de itt nincsenek még a dolgok teljesen megbeszélve, nem derült még ki, ez mindig egy kicsit ilyen gyugva van, de én úgy látom, hogy hát egy hátizsákot visztek, és valamit ez teljesen ideges ez az illető, vagy pedig te vagy ideges, mert úgy vagy érzel valaki iránt valamit, és ez most játszik itt egy per pillanat egy szerepet. Én úgy látom, hogy te szeretnéd megadni a tempót, hogy milyen gyorsan alakuljanak a dolgok, és most keresed, hogy hogy találd meg ezt a szerencsét, hogy ez tovább fejlődjön közöttetek, gondolsz ilyesmi, hogy hogy is tudnád ezt létrehozni, lehet játszik egy szerepet, és én azt látom tényleg, hogy hát a felébredésről szól az egész, igen, és nem, ti nem kerestétek egymást, ilyen véletlenül találtátok meg egymást, én úgy látom, és szóval a sportolásról is szól ez az egész, hogy ez a te, akire gondolsz, ez a férfi, lehet, hogy most ez sportol, vagy pedig te azt mondod, hogy hú, hát rendbe kell, hogy tegyem magamat, hogy erős legyek, most kitartó legyek, sportoljak, lehet, hogy felemelkedj, hogy legyen sikered, ez játszhat egy szerepet, és én azt látom, hogy te egy nagyon-nagyon szenvedélyes nő lehetsz, és hidd el azt, hogy amit gondolsz, amit mondasz, annak ereje van. Az aurádat kell itten, hogy letisztítsad. Vannak ilyen karmikus, lehet, hogy a karmikus lélektársad játszik itt egy szerepet itt közöttetek, hogy azért beugrott ide, és én úgy látom, hogy lesz itt valami költözés, és az is játszhat itt egy szerepet, és mit látok még valójában? Hát én azt látom valójában, hogy át kell, hogy lépjél egy határt lehet, és én azt is látom, hogy tényleg ilyen ez a kicsit lehet, hogy kell, hogy közeledj ehhez az emberhez. Van itt egy olyan ember, aki tényleg, lehet, hogy érzései vannak irántad, lehet, hogy szeret, és hogyha ezt meg akarod magadnak teremteni, hogy legyen ebből tényleg ezen a héten egy kapcsolat, akkor ideális ennek a Vénusz napokat. Nagyon szívesen jelentkezz a rituáléra, szeretettel fogadnak benneteket. Valójában nézzétek csak. Hát a spiritualitás tud itt segíteni, és én azt látom, a hetedik megérzési érzéked is itt van, hát remélem, hogy érzed is, nézd csak. Itt van a Réka taró, játszik még egy szerepet, húzunk egy kártyát, mit kell, hogy tudjatok. Hát az kell tényleg, hogy tudjátok, hogy hát itt van még egy kis hiány nálatok. Hogyha ezt a hiányt megoldjátok, nézzétek csak, akkor bejön az érmék királynője, hát az akkor tényleg tudtok igazából teremteni, és én mondom nektek, ez egy nagyon jó energia. Most nézzük csak meg a sárkányokat, mit is mondanak neked erre a hétben, mire figyelj. Arra figyelj, hogy a jelenbe legyél, igen, hogy a jelenbe éljél, és akkor úgy tudod teremteni a dolgot, hogyha nem a múltba vagy, és nem a jövőbe, hanem a jelenbe. Ha remélem ezt el tudtad fogadni, ha így volt, nagyon örülök neki, iratkozzatok fel a csatornára, sok szeretettel fogadlak benneteket egyéni kirakásra, valami coachingra, és hát örülök neki, hogyha ha kommentoltok, hogyha lájkoltok, ha feliratkoztok. Szép, hogy velem vagytok, nézzétek meg a napi élőket, és szintén köszi, hogy itt vagytok, sziasztok, sziasztok!